Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a mai napon, és hogy szeretnék a szakképzésről néhány olyan fontos információt átadni, amivel az elmúlt években dolgoztunk, és azt gondolom, hogy a mai rendezvény is, és maga a program is egyfajta eredményként felhozható ebben a munkában. Az első képen az látható, hogy amikor a szakképzés fejlesztésén dolgozunk, akkor miket veszünk figyelembe. Mindenféleképpen ki akarom emelni azt, hogy nagyon fontos, hogy versenyképes tudást szeretnénk adni a szakképzésben a fiatalok számára. Sokszor szokott jönni olyan vád, hogy alapvetően esetlegesen szallag mellett akarunk dolgoztatni embereket. Azon dolgozunk, hogy legyen egy ember, aki nálunk tanul, egy fiatal, minél komplexebben felkészítve az életre. Ez a dia arról szól, hogy ennek az alapja az, hogy mindenkinek, aki bejön hozzánk, megfelelő szinten legyen alap- és kulcskompetenciája. Ahol hiány van, tegyünk meg mindent azért, hogy ezt esetlegesen befutoljuk és fejlesszük. És minden esetben, amikor tartalomfejlesztésről, képzésfejlesztésről van szó, akkor két dolognak kell együttműködnie, a gazdaság igényeinek és a bent lévő fiataloknak, pedagógusoknak az igényeinek az összehangolására kell figyelnünk. Ez a spirál ezt szimbolizálja. Ehhez a munkához alapvetően az az új intézményi hálózat ad lehetőséget és erőt, amit 15-ben kezdtünk el kialakítani, és hogy azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokan találkozhattak olyan eredményekkel, amikor a szakképzési centrumok egy-egy versenyen kiválóan szerepeltek, egy-egy intézmény megújult, mind tartalmilag, mind intézményileg. Látjuk, hogy ebben a képben három kiemelt elem van. A duális képzés, amiről gyakran szoktunk beszélni, hogy hogyan tudjuk azt megteremteni, hogy a fiatalok valós közegben tudjanak gyakorlatot szerezni, és ebben hol tudunk mi úgy segíteni, hogy úgy készítsük már fel a fiatalokat arra a belépési pontra, amikor valóban már át tudja venni az alapinformációk tudás után a vállalati igényeket és tudáshalmazt. Ugye a működtetés a másik ilyen. Az elmúlt években azt gondolom, hogy aki figyelte a híreket, olyat nem hallott, hogy a centrumokban bármiféle esetlegesen adósság halmozódott föl, minden esetben a stabil működésre fókuszáltunk. És a pályaorientáció, ami talán picivel jobb szó, mint a pályaválasztás, erre figyeltünk. Azt gondoljuk és abban reménykedünk a mostani beiskolázási adatok alapján, hogy egyre többen választják a szakképzést és értik meg azt a fajta küldetést, amit szeretnénk betölteni. Egy egyszerű diagram, csak azt szeretném érzékeltetni önöknek, hogy mekkora felelősség az állami fenntartásban lévő szakképzési iskoláknak a működtetése. Látjuk azt, hogy ebben mekkora létszám van jelen, és hogy maga a kék színű osztop mutatja, hogy a szakgimnáziumokban hányan vannak jelen pillanatban, ugye ez közel 180 ezer fiatalt jelent. És már maga az ábra, amit szeretnék mindenkinek így bemutatni, ez az ábra foglalja össze azt a törekvést, amit az elmúlt időszakban tettünk. A törekvés arról szól, hogy maga, aki bejön a szakképzés rendszerébe, minél több ponton tudjon kilépni majd a valós világba. És ebben, ahogy mondtam, szeretnénk kiemelni a szakgimnáziumoknak a szerepét, és hogy arra törekszünk ilyen pillanatban, hogy ezt a területet a lehető legjobban erősítsük meg. Ugye látjuk, hogy aki bejön a szakképzés rendszerében, annak ugye van lehetősége vagy szakközépiskolai szintet választani, ugye ez a régi szakiskolai időszak volt, az a 3 éves képzés, de itt is megteremthetjük azt a lehetőséget, hogy plusz 2 éves képzés segítségével érettségit szerezhessen a fiatal, és tovább tudjon menni. Ugye a szakgimnázium képét látjuk a második szinten, ha nézzük az ábrát, és ebből jól látszik az, hogy alapvetően a megfelelő általános tudás mellett egyfajta olyan szakmai ismeretre is szert tesz a fiatal, amivel esetlegesen bármikor könnyebben el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. És látjuk kiemelten a 13. évfolyamot, és hogy erre kérünk és erre szoktunk minden fiatalunkat kérni, hogy jöjjön és járja végig, szerezzen valóban egy érettségit, és szerezzen egy megfelelő szakképesítést maga számára, és azt követően, amikor ez megvan, lépjen ki, és döntse el, hogy merre szeretne menni. És ebben ugye több irány lehetséges. Lehetséges azt, hogy a munkaerőpiacon helyezkedik el, de mindenféleképpen mindig szeretnék elmondani azt is, hogy igen, van egy érettségid, van egy szakmád, és hogy alapvetően az ágazathoz kapcsolódó
egyetemek, főiskolák várják azt a fiatalt, akinek van már valamiféle szakmai ismerete, és talán könnyebb neki elmondani azt, amit majd ott a gyakorlatban tanulnak. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, egy ponton talán látszik a második szakma, itt ezen a DM fent volt, hogy 15 szeptemberével annak a lehetősége is megteremtődött, hogy lehessen minden állampolgár számára még egy újabb szakképesítést szerezni. Azt gondolom, hogy ha sikertörténetről kell beszélni az elmúlt évek szakképzésében, akkor ez az. Több mint 50 ezer fiatal felnőtt vagy már középkorú ember van a szakképzésben, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon komoly motivációval vannak bent. Ha megkérdezem a kollégáimat, hogy amikor így tanítanak a hétköznapokban, akkor mit élnek meg, és akkor azt mondják, hogy végre felnőttek vannak bent a szakközépiskolákban, mert motiváltak, nagy kedvel tanulnak, és azt tanulják, amit valóban szeretnének. Nagyon izgalmas a korfája a képzéseinknek. Alapvetően a 22-35 év közötti korosztály van bent jelentős számmal, majd a 45 fölöttiek jöttek be a szakképzésbe, és tanulnak még egy szakképesítést. Amíg az ábrán látszik, egy olyan weboldalnak a címe, a szakképzési hivatalnak a weboldal címe, ahol a képzések rendszerezetten elérhetőek, és lehet őket látni, hogy mely intézményben, mikor és hol indul képzés. És a mai alkalommal kiemeltük azokat a szakképesítéseket, amelyek erre a területre vonatkoznak. Láthatjuk, hogy ez is elérhető a centrumokban. És kicsit közelítve most már a mai nap témájához, ugye maga a pénzügyi alapismeretnek a tanítása, oktatása hogyan jelent meg a jogalkotásban. Ugye egyrészt maga az országgyűlésnek volt egy határozata ebben az ügyben, és maga az ifjúsági stratégia intézkedési terve határozta azt meg, hogy igen, ezzel a témával, a pénzügyi tudatossággal aktívan foglalkozni kell. Ez a díj azt gondolom sok mindenkinek ismerős lehet, amit most mutatok be, hiszen a múlt év végén a magyar kormány elfogadta a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő átfogó nemzetési stratégiát. Nagyon sok szervezet vett ebben részt, és azt gondoljuk, hogy a következő időszaknak ez egy megfelelő és kiváló szakmai anyaga, amin tovább kell dolgoznunk és meg kell valósítanunk. Ebből egy dolgot emelnék ki, ami ránk kiemelten vonatkozik a szakképzésben, hogy mire kell figyelnünk. Ugye jól látszik ez a hármas osztat, hogy igen, a pénzügyi ismeretek ugye egyfajta csúcson van, az egy olyan alapinformáció, amivel ha tud rendelkezni valaki, akkor el tud kezdeni és el tud kezdeni mélyülni az ő szemlélete, tudása, és hogy nekünk nagyon fontos, hogy adjunk egy ilyen belépési pontot a fiatalok számára, hogy igen, az ismerettel keltsük föl az érdeklődést, és hogy kezdje bevezetni a magatartásában, ugye ez a második szint, a cselekvéseibe azt, hogy igen, hogyan vagyok én tudatos, hogyan figyelek a kénzpénzforgalomra, hogyan használok bankkártyát, hogyan gondolkodok a hitelekről, hogyan vagyok felelős. És ugye a harmadik szint, ez a legmélyebb szint, amiért mindenki dolgozik, hogy egyfajta attitűd szintű változást tudjunk elérni a lakosságban és a fiatalok életvitelében, hogy igen, magával a pénzügyi kérdésekkel foglalkoznom kell. Ez az életpályának egy nagyon fontos eleme és része. Van a szakmai karrier, van a családi karrier, és ezen belül pedig maga az, hogy én hogyan bánok ezzel, nagyon fontos egy egészséges személyiségnek a kialakításában. És ennek a keretében alakítottuk ki azt a tantárgyat, ami a szakgimnáziumokban elérhető. Ennek a címe pénzügyi és vállalkozási ismeretek. És maga ez a tantárgy az, ami minden szakgimnáziumban, 10. évfolyamon elérhető most már, aki nálunk tanul. És ennek a kidolgozása nagyon fontos volt számunkra. Itt a pénziránytű alapítvány kollégáival dolgoztunk együtt, és köszönjük a segítséget. Velük van egy olyan lehetőség, hogy már 16-ban, amikor a szakgimnáziumok bevezetésre kerültek, el tudtunk kezdeni egy pályaton dolgozni, hiszen ugye 17 szeptemberével lett mindenki számára kötelező, aki bent van a szakképzésben, ez a tantárgy. Már 16 szeptemberében néhány iskolával közösen elkezdtük kidolgozni azt, hogy igen, hogyan fog működni majd ez a tantárgy a valóságban, mik azok a fontos tapasztalatok, amiket, mikor már a teljes indulás van, akkor át tudunk adni. Láthatjuk, hogy maga a program egy pályaprogram volt egy bemeneti mérés, volt egy kimeneti mérésünk is,
és több mint 2600 fő volt bent ebben a programban, budapesti és vidéki szakképzési centrumokban egyaránt. A mérések eredményeiből elmondható az, hogy jelentősen javult a fiataloknak a tudása és ismerete a pénzügyi területeken. Nem egy olyan programról van szó, ahol avit módszerekkel, eszközökkel dolgozunk, hanem a projektmódszer segítségével, okos eszközök segítségével próbáljuk átadni az információt a lehető legkönnyebben emészhető módon a fiatalok számára. És ilyen néhány példa, hogy amikor a fiatalokat megmértük újból a képzés után a pályázat programban, jól látszik, hogy például a hitel témájában mennyivel más tudásszinten jelentek meg és jöttek ki a képzésből a fiatalok. És hogy mik vannak eszközként betárazva a szakképzésben, ami elérhető? Ugye maga a program segítségével több térítésmentes tanártovábbképzés valósult meg. Emellett ugye maga a tantárgynak a második fél évében etikus vállalkozási ismereteket kaphatnak a fiatalok és tanulhatnak, és ebben is egy nagyon fontos képzési programot sikerült megvalósítanunk, és a pedagógusok ezen a képzésen akkreditált körülmények között tudtak részt venni, és kapták meg a szükséges felkészítést. Továbbra is rendelkezésre áll maga a digitális tananyag, ami elkészült, és a vállalkozási ismeretek tananyag is elérhető minden pedagógusunk számára, és amikor kérdésük van, akkor ezekhez a centrumokhoz, ahol maga az első pályatok végigmentek, bármikor fordulhatnak segítségért. És néhány olyan dologra hívnám fel a figyelmet még, ha megengedik, ami megint csak arról fog szólni, hogy hogyan szeretnénk rugalmas tudást adni a szakképzésben, és hogyan szeretnénk ezt a tévhitet eloszlatni, hogy egy vágányon van csak a szakképzés, aki bejön, az ki fog jönni, esetlegesen úgy, mint itt a, nézzük itt a kolléganőkkel, hogy ez egy ilyen vasúti sínpárhoz, kőhalmazhoz hasonlít ez a fajta szimbólum itt, hogy a szakképzés nem egy vágányszerű megoldás, hanem alapvetően több ponton lehet kilépni belőle. És ugye a múlt év végén egy nagyon fontos jogszabályi csomag került elfogadásra, amely lehetővé tette azt, hogy maga a mellék szakképesítésnek a választása az rugalmas legyen a fiatalok számára, vagyis 10. évfolyam végén tudnak dönteni arról, hogy szeretnének-e tovább menni az adott szakképesítés kapcsán, és szeretnék megkapni a mellék szakképesítésüket, vagy esetlegesen más olyan tartalmakat szeretnének megtanulni, ami számukra a későbbi életükhöz, szakmájukhoz fontos lehet. És kiemelném még ebben egy nagyon fontos törekvésünket, ugye 18. július 1-től jönnek létre azok az ágazati készségtanácsok, amelyek már azt fogják segíteni, hogy a gazdaság szereplőinek, szakembereknek a véleményét beépítve tudjuk meghatározni a tananyag tartalmainkat. Itt látható az az összefoglaló ábra, ami arról szól, hogy aki most közgazdaság ágazatban tanul, annak ugye milyen kimeneti lehetőségei vannak. Ugye itt van látható módon a középső oszlopban az a két mellékszakképesítés, amely korábban úgymond kötelező volt, hogy megszerezze valaki, most pedig a 10. évfolyamon választhat az ügyben, hogy ezt szeretné-e végigvinni, ez is lehetőség, hiszen erre iratkozott be, vagy olyan új tartalmakat fog tanulni, amely segítheti őt, ahogy mondtam, a további elhelyezkedésben. Ezek között ugye szabad órasávok fognak ilyen szempontból felszabadulni. Lehetőség van szakmai idegen nyelv továbbtanulására az intézményeinkben. Lehetőség van arra is, hogy már a szabad órasávot arra használja ki, esetlegesen olyan szervezettel, gazdasági szereplővel együttműködve, ahol ki tud menni és tanuló szerződés keretében tud gyakorlatot szerezni. Arra is lehetőség van, hogy olyan új kompetenciákat tudjam bővíteni, amelyek, ahogy mondtam, segítik az ő elhelyezkedését a későbbiekben. Itt megtalálhatók azok a szakmai szoftvereknek az ismeret, ami szerintem ebben a témában, ezen a területen, ágazatban nagyon különleges, nagyon fontos. Lehetséges az ügyintézés, fogyasztóvédelmi ismeretnek a tanulása. Nagyon komoly tárház lesz. Alapvetően egy olyan kosarat szeretnénk összeállítani, és ennek a tervezetét már láthatják is ezen a dián, amikor a választást tudják majd a tanárok segíteni, hogy elmondják, hogy milyen lehetőségek vannak esetlegesen, aki szeretne a mellékszakképesítés helyett mást tanulni a szakképzésben. És még egy dologra szeretném felhívni, ami azt gondolom, hogy egy közös ügyünk, és hogy a szakképzési centrumok kimondottan szeretnek, és fontos, hogy részt vegyenek, ugye ez a pénzhét rendezvénye, ami ez év márciusában volt.
láthatjuk azt, hogy egy jelentős volt szintén a részvétel, több mint 1200 iskolában 200 ezer diák volt jelen, és hogy azt gondolom, hogy minden olyan program, ami a iskolán kívüli tevékenységben ott van és jelen van, és segíti a változást, az attitűd szintű változást, az nagyon fontos. Én nagyon köszönöm a figyelmet, és hogy örülök, hogy beszélhettem a szakképzésről, és talán mindenkinek segített abban, hogy így kedvet kapjon, hogy ez nem egy mumus, hanem egy jó lehetőség a jövőben mindenki számára.